A petúnia olyan gyönyörű volt tavaly, hogy... Nagy érdeklődés övezte a József Attila téren megrendezett virágosztást, hiszen kedd délután messzire kígyózó sorát a helyszínen. A több mint 10 fajta ennyári növényből családonként, háztartásonként 8 tövet lehetett hazavinni. Én szeretem a virágokat, és akkor mondtam a polgármesterünknek, csak ezt a pistikéket imádom nagyon. Mindet szeretem különben, minden virágot. Az eseményen összesen 4000 tő virágot osztottak szét. Volt, aki most találkozott először ezzel a kezdeményezéssel. El otthon van egy kis előkert a háznak, belül van egyébként, tehát egy terasz előtt. Feleségem kezeli, locsolja, nagyon szereti csinálni. Nem nagy területről van szó, de nagyon szereti csinálni. A virágosztás célja, hogy a városban ne csak a közterületek virágosítását segítsék, hanem a házak kertjei, valamint a lakások balkonjai is szebbek legyenek. Ez a második alkalom itt az egyes számú választókörzetben, és láthatóan nagy sikere van, hiszen Gyula a zöld felületek kezelése a virágosítási versenyek tekintetében nem azért az ország egyik legpéldaadóbb települése, mert hogy ez csak a mindenkori városvezetéseknek fontos, hanem azért, mert a gyulai embereknek, a gyulai polgároknak szívügye az, hogy szépek legyenek a közterületek, szépek legyenek az előkertek, szépen nézzen ki a város, bármerre is járunk. Ezért aztán partner a gyulai lakosság az ilyenfajta akciókban. A következő hetekben a város további körzeteiben is tartanak hasonló virágosztást.